Jó reggel, Vietnám! Haver, hagyjál már, ne gyere nekem, mert orbatás lézlek téged mindjárt. Na, srácok! Folytatjuk a stalkert, és arra gondoltam, hogy akkor át kellene kelnünk, tudjátok, hun. Ezért a vasútítőtésen. Van ez a vasúti töltés, ugye? Ugye ezen kéne átjutni, de viszont itt, ezen a környéken, ha jól tudom, akkor kecsegök szedik a vámot. Fizetsz nekik ezer, vagy nem is tudom mennyi rubelt, és akkor eltengednek minket, hogy úgy nagyon kedvesek, de én úgy érzem, hogy én nem fogok vámot fizetni, hanem kapnak szépen pofontot a gyermekek. Megrázogatják a pofonfát. Úgyhogy várjatok, ez a távolsági hardviselést fogok folytatni, tehát akkor betöltjük a... nem is ezt először, hanem azt hiszem, hogy... várjál már, hol vagy én? Hol vagy én? Gránátokat is haigálhatnék közéjük meg. Na várj. 150 méterig ez, elvileg nekünk ez nagyon kajak. Viszont itt vannak többen. Okosan kéne megoldani a dolgot. Ott van egy, ott van még egy. Mit a csorogsz, ott stalker, ha hát akarsz menni gyere ide és megbeszéljük, ha nem. Húzzá miatt meg begorombulunk. És fogja rám a fegyvert ez a buzi. Ott van egy, kettő, hát három kapás volt, egy hulla érdekes. Szevasz haver. Figyeljetek, ezt fejbe küldöm. Meg megpróbáljuk azt. Futásban. Gyerekek, mind a két oldalra marhára figyeljünk, mert ezek olyan ügyesen tudnak keríteni be. Aha, ott jön a buzi. Dobott egy hátas, gyerekek. Oh, ott is van kettő. Ott is van kettő, figyeld. Most figyelek mind a két oldalra, mert ezek nagyon kecsegek ám. De sokan vagytok, hallod? Ez lehet, hogy dobott egy hátast. Szerintem erről az oldalról nem, hogy jöjjenek be az a melyik. Ott sumálkol a kis köcsögje. Nagyon akarok közelükbe menni ám. Jó, azt... aha, hát te féltem. Jó. Jobb oldal tiszta. Az a baj, hogy ugye elég jól megvan csinálva a lövedékeknek a pályája, szóval mint hagyni, elég kell lőni, hogyha úgy van. És még mindig van kettő, nézzétek, ugye fent bal oldalt a radaron. Ott alatt a kettes szám, azt jelenti, hogy még két objektum. Aha, itt van között, lelőttem, bassza meg. Aha, ez nem halt meg. Szerintem. Csávon szenved. Ez még nem halott. Azt hiszem ez most megkapta. Igen, jó. Hát csak ez van, ez meg ugye haldoklik. Uh, mágy! No, na, de se! Bocsánatot kérek. Köszönöm, szereztünk AK-47-es, de egyelőre várjatok még. Átnézzük, hogy melyiknek van jobb fegyvere.
Itt körülnézünk. Aha, itt ezeket jó sikerült. Köszönöm, még egy disznó is támadta őket, volt baj. Aha, itt is egy hülye. Lehet, hogy túlterhelődök, ugye 50 kilót tudok magammal vinni elvileg. Figyelni kell, mert ugye akármikor még megtámadhat bárki más is. Vodka. Még itt is elhullott kettő, kb. Ugyanott, aha. Ezért volt jó figyelni rájuk a köcsögökre. Igen, és már túl is vagyunk terhelve. Körül sossantok. Itt ezek... Aha, banditák voltak. Ezeket nem mi öltük meg, hanem ezeket még ők. Hagyjátok, állj! Ez a ruhám... Ja, oké, rajtam van. Mondom, miért nincs rajtam a ruha, de rajtam volt. Jó, körülbelül azért összeszedtük szerintem nagyjából mindent. Még... Jó. És akkor megnézzük a fegyvereket. Az a baj, a fegyverek ugye, ahogy mondtam ez alatt is, hogy... kierepkednek tőlük, mint a valóságban is nem nálam marad. Jó. Mondhatjuk. Nézzük meg, hogy melyik a legjobb. Az a baj, 55 kiló, jó gyerekek, az nem jó nekünk, várjatok. Legjobb minőségűt. Ez a legjobb minőségű, csak az a baj, a sörétesem is akkor. Hát, gyerekek, várjatok. Ford pisztoly, kísérleti prototípus, valami újfajta stukkel. Jó. Oké, gyerekek, szerintem akkor ez így jó. Annyi a probléma, hogy ugye pullon vagyunk, és ezek elég jó árban vannak, úgyhogy ezeket érdemes lenne eladni. Viszont szereztünk AK-47-est. Így ezt a rövid verziót, hát nem túl sok lőszerrel, de azért nem rossz. Jó, gyerekek, szerintem visszamegyek a kereskedőhöz. Úgy csak nagyon, most ilyenkor ugye nagyon gyorsan fáradunk. Sőt, sima séta közben is ilyenkor fáradsz. Hát túl vagy terhelve. Visszamegyünk, eladjuk ezeket a dolgokat, legyen egy kis rubelünk. Meg megnézzük, hát ha van náluk valami jó cucc. Hát az lesz ugye, nem akarom szétmodolni a játékot, ugye 50 kilót tudsz magaddal vinni, biztonságosan, 60-at úgy, hogy akkor már ugye fáradsz közben. Viszont tényleg van olyan modifikáció, ugye, hogy végtelen cuccot tudsz magaddal vinni, de hát ez meg csalásnak minősülne, úgyhogy azokat nem akarom berakni. Kicsit olyan alkonyzóna körüli idő van, ugye? Ugye ott hol vagyunk, visszafele meg már gyorsan futunk, és akkor megcsináljuk ott is a küldetéseket. Ja, ugye ezekre lehet különböző távcsöveket, meg minden, gyakorlatilag mindenre rakodsz minden, tök jó meg van csinálva. Még mesterlövész távcsövet is erre is, igaz, hogy tudom, meg ugye a lőtávod nem nő, meg a pontosságot, de legalább ellátsz valameddig, aha. Viszont ezekre nem kéne pazarolnom. Látok, 1-es, 3-as, 4-es, 5-ös fegyver, ugye az 5-ös? Ja, 6-os a csavar, mhm. Viszont ebben meg váltok lőszert. Állatokra ezt fogom használni. Csak az a gond, hogy súly korláttal lesznek problémáim. Nem is kezdne menni a nap. Jó, hozzunk bele. Akkor... Itt van ilyen lövöldözés van, mi a szó? Ki a faszom lövöldöz, gyerekek? Nem ad, miért nem segítenek ezek, hallod? Megint lőnek rám. Van kinek, kiúsztom a gyufát. Tedd a fegyver, kösz, bazd meg, fussatok a...
Sába. Apám, hát kik ezek? Ellenség. Tök jó. Franc ögyön be, meg bementeket. Úgy tök jól néz ki, kezd leszállni az éjszaka. Az éjszaka az veszélyes egyébként, jó sötét van. Mit teszem el a fegyvert, megyek eladom aztán a dolgokat, az jó van. Nagyon elfáradsz össze, akkor meg is áll a karaktered. Na haver! Árucsere most üzlet lesz. Legjobbat megtartjuk, az a legjobb. Ez mi az nekem köl? Nem köl. Még ennyi kaja se kell, egyfajta kaját fogok tartani magamnál, ezt. Ezt a konzervet. Pisztolyok is mehetnek a levesbe. Csak azt az egy pisztolyt tartom meg. Vodka az meg ugye sugárzás csökkentő hatású, az kell. Na, milyen izék vannak cuccok, gyerekek? Árucsere? Not bad. Nézzük, ez milyen. 60 000 rubel? Ez komoly. Ez meg 24 000. Én meg azt hittem, hogy gazdag vagyok, gyerekek. Most annyira nem. Van ilyen sugárzás, ami cucc. Hát, ilyen sörétet még jó lenne vennem. Hány kilóval vagyok, bazze? Na, várja. That's my boy. You've made my day. 38 kiló. Na, ez a baj, gyerekek, ez a baj. Viszont még ott az a pisztolyt el tudom adni. Sőt, a pisztolyt lehet, hogy el kéne adnom. Gyerekek, az lesz, nem kell nekem a pisztoly, nem? Összes pisztolyt adjuk el, és az összes pisztolylőszert is eladhatom akkor. Most minek nekem? Ott a sörétes, meg ott... úgyse használom, nem? Esetleg, hogyha lesz majd valami jó. Not bad. Now that's the way to go. 30, hú, gyerekek. Van baj, ez hány kiló? Lesznek itt bajok. Jó van, gyerekek, megyünk well, akkor tovább. Good hunting, stalker. Oké. Már megint ezért... Figyeld, már megint... Futkoznak a csávók. Hát jó, talán nincsenki. Jó, mindegy. Oké, megyek. Csinálom a dolgomat. Ja, túl vagyunk terhelve állandóan. Hát lehet, hogy egy modot be fogunk rakni, egy olyat, amelyik egy kicsit többet tudok cipekedni, mert ez így tök ez egy idegesítő lesz. Ugye lesznek még egy csomó, rengeteg, mit tudom, több tucat fajta fegyver. De egyébként lehet olyan ruhát szerezni, amelyik ilyen hasonló, mint az Iron Man-nek a ruhája. Persze nem páncélozott, nem a páncél miatt leginkább jó, hanem ugye ilyen dugattyúk vannak rajta, és akkor sokkal több cuccot magaddal tudsz vinni, ilyen biomechanikus öltözék. Jó, akkor innen most már át tudunk menni. És akkor itt volt egy olyanom. Érdekes. Mint lett volna egy olyan, hogy ruha, valakinek a ruhája. Na mindegy, akkor ezt kell kipucolnom, ugye? Nézzük meg akkor inkább a feladatokat. Kellját a vasúti töltése. Jó, hát ez mindjárt meg lesz. Dokumentum, öld meg a lövészt. Pusztítsd el mutánsokat a farmnál. Azt fogjuk csinálni. Ezt akkor be is jelöltetem. Nem lehet? Bonditák szemét telep, jó. De elvileg átjutok a vasúti töltésen, fogok kapni még feladatot, mert az mindjárt meg lesz. Zil, 131. So, marked one, regarding Strelek. A stalker by the name of Fox. Róka, egy róka nekem,
nevű csávót ide kell hozzá menem. De először ezt a feladatot megcsinálom, ugye ez egy mellékküldetés, hogy ki kell pucolnom itt a dolgokat. Itt miért van mindenhol hulla? Meg ezeket érdemes nekem hordanom magammal? Ezután megválogatjuk, gyerekek, hogy mit viszünk magunkkal. Tervileg mutánsok vannak ebben a kecóval. De itt vannak emberek is. Milyen kell megpucolnom? Mutánsoktól, farmot a mutánsoktól, de itt vannak stalkerek is. Nyugi van, ha megpucoltam a mutánsoktól a farmot. Hát ez könnyen ment. Szép állatok vagytok. Jó, hát ezeket, gyerekek, ezeket én nem fogom összegyűjteni. Csak a komolyabb cuccokat semmi értelmét nem látom. Király. Kicsit a traktor le... Na megnézzük ezeket, nem adnak munkát. Na, tiszik, mondom. Ezek meg... Itt már kinyírtak mindenkit. Látom, ezek csak itt hézereznek. Itt még pisálni sem megy ki az ember védelmével kezdi. Jó! Valami Róka nevű csávóval kell találkozni, remélem az üvegtükrisből. Akkor maximum dinnyét fogunk tőle venni. Az volt, ugye? Róka. Itt van-e? Sebesült. Sebesült Róka. Fasza. Rokka koma. Szóval itt meg már egyre többen ugye lehetnek banditák mindenféle, úgyhogy vigyázzunk. Itt van a Róka abba a házba valamelyikbe. Meg vannak az Anna Máriák. Aha, tudom ma. Junior arra allergiás, hogy itt izé. Kutyaugatás hang van. Itt van a Róka, jó? Ez kifektetett egy-két kutyát, úgy látom. Hoppa! Összeszedjük a dolgokat. Junior meg tiszta ideges, hogy... Mizé van itt? Hát egy kicsit gyorsabban kell... Hát, nyugodjál meg, ha erre nem húsz meg. Most itt össze... Tessék, első kegyetem a kavar. Ja, Kafe. Hello. Szép vagy, szép gyerek vagy. Kereskedő mondja, hogy te talán tudsz valamit lövészről. És akkor... Mi a szar? Mi van? Gyerek, szedd le őket, én nem pazarlom a lőszert. Pedig szedegetem azt, hogy te lősz. Jó, haver, én is belevettem. Még vannak? Leszettem, ne szarja. Lopda, aha. Tudj meg, szürkét, hűvazni, milyen nyízei van, szeméttelepre kell venni most. Mennyi kutya? Jó, semmi más. We're done with those mutants. Nem tudsz munkát adni, olyan? Mi ez? Hogy nem másodszor? Ja, megmentettem, hol, de nagyon rendes voltam.
Tehát nincs valami jó cuccod? Nincs. Jó, haver, oké. Olyan 15 ezer rubelünk, ami azért legalább jó. Akkor el kéne menni tovább, ugye? Konkrétan ez mi? Elrejtett hol mi? Ezeket nem tudom, ezeket tudom honnan tudjuk meg, amikor így pittyen valamit egy izé, ugye? Játék. Na, arra kell menni tovább, szeméttelepre. És akkor ott lesznek küldetések. Jó. Na, gyerekek. Mi volt? Kezd éjszaka lenni, az nem jó. Kicsit körülsosolok, jó? Kicsit sötét lesz szerintem. Mik ezek? Cigicsikkek? Valaki innen izolt. Itt héderezett, itt lesett. Hogy vannak benne cuccok, hogy lehet oda bemenni? Nem tudom, hogy lehet oda bemenni, nem tudok kimászni itt. Körül kéne nézni, hogy valahol nem tudok felugrani. Pedig ott volt, hogy cuccok. Jó, nem szenvedek. Menjünk, amerre kell. Kutyák, több picit parázok. Ajaj. Azok ellenségek, banditák. Meglepjük őket. Hoppa, mi ez? Jó. Ó, jaj, ott még vannak. Vaj, ezek még kávésó... Ó. Oh. Kávésóval nincs semmi. Van itt a hegyek. Közelem megyek. Lámpa kikapcsol. Aha. Egy meg volt. Bassza meg. Jó, elvileg meghaltok, most már csak egy csomó kutya van. Kutyák rezzel vadászunk. Na, nézzük meg a főhozatot. De tényleg ezeknél semmi nincs. Ezeket érdemes kivenni, ha meg a lősz sörétet. Többit nem visszük magunkkal. Igen. Szépen okosan csináljuk. Hoppa! Glebofonyű, jól a neve. Ezt elviszem. Tervileg van valami. Radioaktivitás, ha más nem. Jajajajajaj.
Ez ugye sugárzás, döglődünk. Sugárzást a vodka lenyomja. Jújjúj. Nyomok be magamba vodkát. Oké, levittük a sugárzást. És csak az, hogy be vagyunk bazdva. Azt hiszem, hogy ha elromlik nagyon egy fegyver, akkor be tud ragadni. Az meg el fog futni, jó? Azt a rohadt életbe. Srácok, srácok, van itt nem egyszerű dolgok vannak. Kicsi vodkától, sugárzásom nem ment teljesen. Tök jó. Menjünk tovább. Rengeteg az állat. Remélem több ellenség nem lesz már. Itt is egy hulla. Érdekes, mindenhol hullák vannak. Van valahol, aha. Ugye egymást kinyírják, aztán szépen ott marad a hullájuk csak. Húzás innen köcsök. Ilyenek utána se lövök szerintem. Ez valaki? Kamaz. Az meg ez védik ezt a helyet. Egyre kevesebb. Az igen. Hova tűnt? Be a házba, mi? Ha, francba. Joppa, volt már egy ilyen pacsarék. Jó van, gyerekek, szuper, jó, nagyon tetszik, tetszik. Körülnézünk itt, és akkor bemegyünk ide. Szerintem csak be van. Úgy nagyon jó egyébként az éjszaka. Jó sötét van. Nem mintha vannak örülnek, de akkor is. Ó. Átlépsz a következő területre. Persze, gyerekek. Nagyon szuper. Ja, következő terület, akkor megyünk a szemétdelepre, és akkor ott kell beszélni egy csomó emberkével. Meg... Jaj, de jó, mentett is egyet. Meg akkor ott meg kell ölni valakit, meg még egy csomó feladatunk ott van pont. Ez a következő zóna, ugye, következő rész. Ami mondhatni, hogy még keményebb lesz. Jó van, fú, jó. És pont éjszaka, bassza meg. Kicsit benézünk, jó ide. You asshole. Hey guys, I've got nothing. Your cash and your artifacts. I'm quit, you asshole. Valaki épp kirabolnak. No artifacts. Don't you get it, retard? I don't have anything. Don't shoot.
Nem fogadtam mentően, nem jött össze. Ez jó volt. Pont fejbe kaptuk. People, this is the commander of the neutral squad. We've kicked the bandits out of the derelict machinery scrapyard. Expecting counterattack. We're low on numbers, so everyone's welcome to give us a helping hand. Na, mit kell csinálni? El kell menni segíteni a... Ez mi? Szeméttelepre. Na, miket kell csinálnunk? Beszélj ezzel. Tudd meg valamit lövészről. Jó, és ez mi? Végez, nem kell valami bandita vedejére. Ez nagyon szuper. Itt meg. Megint turistákat akarnak vinni. Jó van, oké, fasza. Ezt megnéztem. Oké, menjünk. Melyiket csináljuk most? Meg, ez van megjelölve, oké. Jó, azt megcsinálom még. Megyünk erre. Ez valami elvileg olyan lerakat, ahol tudjátok, azokat a gépeket tárolják, amik részt vettek a katasztrófakor. A mentésbe és a kár elhárításban. Szóval, gyerekek, én itt lehet, hogy nyomok egy mentést, és a következővel folytatjuk. Nyomok egy mentést erre az egyesre szokásosunkra, és akkor innen folytatjuk, oké? Okay? Na, köszi a figyelmet, csumi cső!